Sziasztok! Ma ismét a versírással fogunk foglalkozni, de hogyha azt hiszitek, hogy mindent tudtak a versírásról, akkor tévedtek. Ma lesz egy nagyon jó vendégünk, egy költő. Arról fogunk beszélni, hogy milyen egy ifjú költőnek, és hasonlók. Gyertek, tartsatok velünk! Sziasztok! Előző adásunkban a reneszánszal foglalkoztunk. Benni, mit is tudunk a reneszánszról? Benni? Bocsi, Karina, most nem tudok figyelni, mert azon gondolkoztam, hogy a mai témánk a költészet lesz. Ez igaz. Hát de mennyire? Mai vendégünk Gettó Ferenc, aki a Képzőművészeti Egyetem intermédia szakára jár, kutatási területe pedig az élő költészet. Örülünk, hogy itt vagy. Szia, Ferenc! Én is örülök, sziasztok! Én készültem nektek egy feladattal. Két vers van nálam, és arra kérlek titeket, hogy olvassátok fel a kijelölt részt, és utána gondolkodjatok egy kicsit. Ó, köszönöm. Így? Így rögtön? Olvassátok? Vagy még? Azt szerintem az a legegyszerűbb, hogy így lehet látni a spontán reakciókat, hogyha most örökség. Valami mély víz torkába mártom az öklöm, beszélje helyettem, vagy legyen rendje a hallgatás. Köhögje fel hullámonként, amire kíváncsi vagyok, elejtett kagylók, eldobált kagylók, iszabba leásott kagylók emlékeit. Tudom, hogy árulkodni fog végül, és bevallom, félek egy kicsit. Sokat kerülgettem már a tengert. Mentségemre szóljon, ismertem törvényeit. Kerítését, a magas partot sosem másztam meg. Most mégis én, aki letekint, te, aki visszamész, angyalok tördelik ujjaikat, lenyúl a sok pici kéz. Kérdőre vonok mindent, ami zajban gazdag. Rögtön beesteledik, ahogy az első halak kiáradnak, a felszínen kívül csak a csend felel. Ilyettemben az első szavakat én ejtem el. Az égre nézek, és ez vallomásnak épp elég. Eközben alattam helyeslően bólogat a kék, többször is megúsztam, most mégis sor kerül rá. Állok minden tudva gyanútlanul, miközben a magány cipőjét homokra vetve járni tanul. Hirtelen villanás. A köd kicsit még nyújtózkodik, fejben eljutok a gyerekkorig, és a csodák csodájára pletykálni kezd a mély. Göndör fürtjeit a tenger félre söpri, mint csintalan kislány most tanul köpni. Nem mondom, hogy örültem, nem mondom, hogy nem futottam el, nem mondom, hogy nem könnyeztem, nem mondom, de nem ismerem el. Hát valóban kár lett volna, jobb lett volna nem is hallani, a vizet messziről elkerülni, a házat venni, házasodni, tetteimről nem is tudni, téged apám elfeledni. Valóban jobb lett volna a száraz földet el se hagyni, ezeket a szavakat visszakézből kaptam, innentől nem örökségem. Ez is ilyen, hogy mondják, tehát így sincsenek írásjelek, ahogyan ebben a szövegben sem úgy igen, látom. Igen. Nincsen. De hogy ez az valóban. Én szövegem. Igen, tudom. Azért örültem is, hogy végül is itt vagy személyesen. És hát hogy... attól félek, hogy ez meg a tiéd, de nagyon szuper, csak próbálom itt a hogy mondják, ez központozás nincs, ugye? Nincsen. Általában én nem írásra szoktam a verseket szánni, hanem inkább előadásra. És ezért én tudom, hogy gondolom ezt, de sajnos tagolva nincs. Nyilván publikálnám, akkor ezt valahogy egyértelművé tenném. Tehát vastagítanék, vagy használnám a eszközöket. Akkor szerintem nem lövöm le előre a poént, hanem megpróbálom felolvasni ezt. Jó. Frutti di mare. Megint terhes a guppi. Egy igazi frutti di mare lesz mára a vacsorára. Meg tudod enni, elég lesz ennyi, megint ki kell tenni a macskának, ne a mamának adjad, ami marad, elfér még a ronyszőnyeg alatt. A maradék halat erezd vissza haladéktalan. Örül neki a hajléktalan, talán az esti foci meccs után nem néz bután, hanem sután előkaparja a propán-bután palackot, és rá a lábos, ettől nem maradsz tápos, jobb, mint a fokhagymás lángos. Én vágok egy léket, kirakok egy széket, le kell ülni, fáradt a lélek. Elfáradt, kiáradt, kiszáradt a szára, mint a leander a virág ágyásba. A viszontlátásra. Szuper. Ezt egyébként annyi időskoromban írtam kb. Amennyit te lehetsz most. Szóval nagyon érdekes ezt így hallani, hogy te olvasod fel, mert... Ihletett állapotban? Mondani lehet, hogy igen.
Hát általában ihletett állapotba érdemes írni, de maga az írás okozza nekem az ihletett állapotot, tehát az hozza ezt elő. És mit is jelent pontosan ez az ihletett állapot? Hát nagyon változó, helyzetfüggő. Sokan tehát, azt mondják, hogy nem létezik. Sokan igen, tagadják kifejezetten. Én úgy vagyok vele, hogy én abban hiszek, hogy vannak olyan áramok, energia és egyéb áramok, amik rajtunk keresztül hatnak, és ha ezekre rá tudunk kapcsolódni, tehát mondjuk a személyiségünktől megszabadulunk, vagy akkor ezekkel az áramokba úszunk, és ez nekem az ihletett állapot. És neked ez milyen rendszerességgel jön elő? Hát ezt a rendszert fenn kell tartani. Tehát elmegy a fitni reggelente. Igen, okosan kell, nem szabad nagyon sokat enni előtte. El kell menni futni, inni kell vizet. A koplalás az jót tesz a versírásnak? A koplalás nem. Mértékletesség az igen. És milyen érzés volt nektek hallani a verseteket más szájából? Hát nagyon érdekes volt, úgyhogy köszi szépen a feladatot, mert nem számítottam arra, hogy magamat fogom visszahallani. Igen, nekem is nagyon jó volt a Benny versét olvasni. Nagyon fellelkesedek így a első rész után, de már az első részen is, hogy mennyire tiszta például a vers. Úgyhogy jó volt olvasni. És az pedig nagyon nagy élmény, hogy ezt hallottam kicsit tőled. Nehéz szöveg, tehát ezt még én nekem is összegabajodik néha a nyelvem tőle, neked nem gabajodott össze. Meg hát mégis csak így prima vista első olvasásra mondtuk fel egymás szövegét. Hát igen, és nagyon szükséges lenne, hogy többet halljam másoktól a saját verseimet, mert általában egyedül vagyok ezzel, és ez mind egy új pozíció, egy új nézőpont, vagy hallópont. Hegyek, egekig nyúló furcsa emberek, melyekről a jeges folyó lassan lepereg, mint fájó könycseppek. Hegyek, befelé forduló fagyos arcok, mint a világban tomboló hatalmas harcok, az arcokra kerülő elmélyült karcok. Hegyek, ti örökön szunnyadó óriás királyok, kik csendesen a világra vigyáztok, aki elég közel megy, hallhatja imátok. Hegyek, lágyan éneklő tarka szólamok, kik óvatosan tartják a holdat és a napot, ébren figyelő őrző angyalok. Gréti kis filmeket készít, gitározik, és mint sokan mások, ő is szeret zenét hallgatni. Abban különbözik társaitól, hogy szinte csak versekben gondolkodik. Reggel, délben és este, vagy éppen álmából ébredve is papírra veti az épp fejébe ütlő sorokat. Amikor elkezdtem írni, akkor még elég kicsi voltam. Talán 8-ban, 13 éves körül lehettem. És azok voltak azok az időszakok, amikor nem teljesen úgy alakult minden, ahogy akartam, és akkor ezeket az érzéseket írtam ki így versekben. Volt olyan, hogy éjszaka fölkeltem, és akkor nem tudtam aludni, és akkor leírtam egy-két mondatot, és akkor abból lett másnap egy vers. Gréti azok közé, a költőnök közé tartozik, akik kötött formák nélkül szabadon alkotnak. Ez azt jelenti, hogy ritkán használ rímeket, és kerüli a szabályos ritmusokat. Az már így teljesen elmúlt, hogy így próbáljak rímeket, meg ilyeneket keresni, tehát hogy így próbáljam formálisan megmutatni ezeket a gondolatokat, mert olvastam mondjuk egy csomó Walt Whitmant, és akkor ő volt az, aki úgy írta a verseit, hogy nincs benne semmi rím, meg igazából semmi ritmus, csak így gondolatok, meg mondatok össze-vissza. Költői mi voltát nem mindenki szereti a világ elé tárni. Költeményeit csak kisebb körben ismerik. Gréti inkább csak önmagának írja őket. Van egy olvasótáborom, akik így néha kapnak egy-két ilyen verset, de igazából ezeket magamnak írom meg azért, hogy ezek az érzések így kijöjjenek belőlem. Hegyek, magasan húzódó éles határok, kik a csillagok szívébe láttok, és sziklainetekkel az élőre vigyáztok. Emléket őriztek, titkokra figyeltek, csendesen léteztek, ti hegyek, ti hegyek. És mitől költő valaki, és mitől fiatal, és mitől fiatal költő? Hát én olyan fiatal vagyok, hogy ezt még nem tudom meghatározni. Hát ugye Vörös Sándor például 4 éves korában írta az első verset,
állítólag. Ez a fiatalság talán azért lehet fontos a költőknél, hogy a nyelvvel egy ilyen más viszonyuk legyen, tehát hogy próbálják meg kifejezni magukat, vagy írni. Van erre lehetőség? Tehát te azt mondtad, hogy már akkor is írtál verseket, amikor velem egy idős voltál. Hát kb. Akkor kezdtem. De akkor ezt meg tudtad valakinek mutatni? Volt, aki felkarolt téged? Igen, nagynéném otthon, erre nyitottak voltak, nagyapám is, és hát ők egy vicces nyelvet beszéltek otthon. Tehát volt egy nyelvünk, és ez segített. És azt mondanám, hogy költőt onnan tartunk költőnek, hogy végigmegy a sötéten, megjárja, de kijön belőle, és kivezeti, a hallgatót is kivezeti belőle, mint egy madárének, vagy valami, ami reményt ad a végén. Tehát, neked ez már sikerült? Igen, nagyon sokáig sok versemre úgy tekintek, hogy nem igazi, mert sötét és jó az a sötét is, tehát meg kell ezt tapasztalni. De mégis van egy olyan feladat nekünk itt, hogy ki kell vinni a sötétből azt, aki hallgatja. Ezt a szöveget, amit hoztál, ezt már költőként írtad? Ezt még nem. Itt még nem volt meg az az élmény, ami után én azt meg tudjam tenni, hogy először nekem kellett kijönni belőle. És onnantól ez a hittel is kapcsolatos, azt hiszem. Igen, de én magamra sem úgy tekintek, mint költőre, én is egyelőre verseket írok. Aztán kíváncsi vagyok, hogy a jövő mit hoz. Mert nyilván ezt belül kell elrendezni, ahogy te is mondtad. Igen. Tóth Benedek Ernőnek három szenvedélye van. A sport, a színház és a költészet. Most éppen leköti a színház, de amint végzett a próbán, már megy is a közeli parkba. Megmutatta nekünk kedvenc padját, ahol a versei születnek. A Balokáinál nagyon szívesen alkotok, otthon a konyhámban, a Margit-szigeten Budapesten és a Gellért-hegyen, ezek meghatározó helyek alkotás szempontjából. Általában sétálás közben eszembe jutnak gondolatok, amiket valamilyen formában megőrzök. Felmondom diktafonra, vagy leírok egy-egy gondolatot, és amikor hazaérek, akkor leírom, versbe foglalom őket. Fiatalon természetes, hogy az ember szerelmes, és a romantika uralja a költészetét. Ernő 14 évesen írta az első versét a szerelemről. Pontosan arról, hogy milyen az, amikor a szerelem nem elég. Újabban elkezdtem egy kicsit ilyen társadalomkritikus verseket írni, és a szerelem. Szemedben fény éled, lebben csillan. Virágzó tavasz hírnökének tükre, madarak hangja megváltása földnek. E kép is elillan, mint az illat. És jönnek új telek, őszök, nyarak, s kihunynak körbe mindenütt a fények. Tükröt fénylik, mint éjjel tiszta lélek, tévegő embernek mutat utat. És te talán a tavaszt nem is sejted, mi ott rejtezik, körülötted, benned, és belőle az élet emelkedik. Mert szép az, mi ott bent lapul mélyen, mintha járnék álombéli réten, lelkedben érzelmek árja virágzik. Nektek hogy jött az első vers, amit írtatok, vagy mi az első élményetek, ami a vershez köthető? Az az igazság, hogy én már általános iskola alsójában is találkoztam a versekkel, az irodalommal, hiszen verset mondtam, tehát ez volt az első ilyen nagyobb élményem a versekkel való találkozással kapcsolatban. És utána valahogy jött ez az alkotási vágy, én is kiszerettem volna próbálni magam, illetve rengeteg rapzenét hallgattam, amiben volt egy ritmus, egy lüktetés, egy ütem, és ezt próbáltam a kezdeti szövegeimbe átvinni. Feri? Igen, nálam úgy volt, hogy a nagyapámmal nagyon szoros viszonyban vagyok a mai napig, és kb. 5-6 éves lehettem, amikor felolvasta a Vörös Sándornak a Elveszített napernyő című versét. Úgyhogy picit el is mondta, és mutatott egy zenét, ami hasonló, tervi most nyitányból egy viharleírást. És volt egy viharleírás a versben is. És ez egy olyan misztikus élmény volt, mint hogyha egy varázslatot hajtott volna végre a nagyapám. Aminek az lett a vége, hogy erre a pályára mentem végül is. De egy hihetetlen élmény volt. Ez egy napernyő történetét meséli el, de ezáltal így mindennek a történetét.
Tehát akkor nálad is szerepe volt a zenének. Igen, igen, igen. És maga a Vörös Sándor versei azok meg nagyon zeneiek, szóval nagyon több síkom van, hatnak, tehát hogy végig ritmikus, tehát zene volt. Amit olvastam tőled szöveget, abban is benne volt ez a lüktetés, az tudatos? Részben tudatos, részben nem. Tehát olyan, mintha didgeridoo játszanék mondjuk, ami egy ausztrál hangszer, hogy irányítom is, de nem is. Tehát kicsit koncentrálok is, hogy ritmikus legyen, de picit mindig félre is viszem. Hogy ne görcsöljek rá, hogy ne legyen direkt a dolog, hanem inkább csak jöjjön. Próbálod az áramokat engedni inkább. Igen. És neked mi a célod? Költő van cél, vagy az ember magát tanulmányozza, és azt próbálja kivetíteni egy művészeti formába? Célban nem igazán hiszek, az út, az talán fontosabb, mint a cél. Az út a cél? Igen, maga az alkotás öröme. Az, hogy ez egy teremtés, ez egy jó érzés. Vagy pedig a szomorúságnak egy jó megélése, egy nemes megélése, egy érlelő dolog. Majd az édesállom pillangó képében elvetődött arra tarka köntösében. A verseket már a dédnagyszüleink és nagyszüleink is tanulták az iskolában, azok megtanulása, memorizálása nem mai találmány. Mi most arra kerestük a választ, hogy miért is jó egy vers, de ha velünk tartotok, arra is választ kaptok, hogy hogyan lehet megkönnyíteni a versek megtanulását. Szeretem őket, mert hát így visszaadják azt a régi kort, mikor írtál. Nagyon jók, és színesítik az irodalmunkat, mert érzelmeket közvetítenek. Aki leírja, amit gondol, belelátni úgymond az elméjébe, szerintem nagyon izgalmas dolog. Ösbályos mézet, úgy, hogy érességén, tiszta nyált csordult ki Toldi szája végén. Nyilván nem azért, mert a tanárok szeretnék. Sokkal intelligensebbé teszi az ember. Mert szerintem erre szükség van. Fejleszti a memóriát, máskülönben sosem tanulnánk meg. A régi szavak, hogyha vannak benne, akkor olyanokat is megismerünk. És akkor íme a tudományos válasz a kérdésre. A memoriterek tanulása az nem mai találmány. Már az ókori görögök tudták, hogy elme pallérozó hatása van. Tehát jó hatással van arra, hogy a későbbiekben más típusú szövegeket is egyre könnyebben felidézzünk és el tudjunk mesélni. Mi most tettünk is erre egy kísérletet. Arra kértük Barbit, hogy találjon ki egy hosszú mondatot, majd azt mondja el a többieknek. Íme a mondat. Azért szeretem a szép irodalmi műveket, mert fejlesztik a memóriát, és miután megtanultam egy verset, gazdagabb lesz a szókincsem. Tehát, ha nem figyelünk, akkor nagyon el tudunk veszni egy-két mondatos szövegben, szinte csak pár szóra emlékszünk. Azért szeretem a nem tudom mit, mert fejleszti a memóriát, és tovább nem tudom. Szóval egy vers segíthet nekünk akár ennek a tudásnak a fejlesztésében is, de fejleszti az előadókészséget és a jó beszédtechnikát. Majd az édesállom pillangó képében elvetődött arra tarka köntösében. Nektek van olyan, amiről a versírás miatt le kellett mondanatok, vagy éppen adott nektek? Hát érdemes lemondani erről, amúgy nem hiszem, hogy nagyon le kéne bármiről is mondani. Abba, amiről az ember úgy lemond, abban elszárad, mint egy kis növénynek az egyik része lehet. Szóval inkább úgy kell nevelgetni a dolgokat, hogy ne kell lemondani. Nyilván ez valamilyen szinten az éjszakázásra már lemondtam. Igen, az ember szabad idejét, ez mindenképpen érinti. Viszont én azt vettem észre, hogyha így nagyon eltervezem, hogy akkor most szakítok egy kis időt arra, hogy írjak, hogy alkossak, akkor biztosan nem fog menni, mert hogyha leülök, hogy csinálom, akkor úgysem fogom csinálni. Viszont hogyha az ilyen legváratlanabb szituációkban jön egy gondolat, akkor abból lesz vers. Hát azért le kell ülni, tehát különben nem lesz semmi, nem lesz vers akkor. Van, aki úgy ír tényleg, hogy mint egy meló, úgy is kell. Megadja a módját, kiöltözik, leül, és akkor ő ír 8 órát, mondjuk egy regényíró. Szóval azért le kell mondani erről arról, tényleg. Most már ezt jobban látom kicsit. Majd az édesállom pillangó képében elvetődött arra tarka köntösében. Ahogy azt ígértük, most eláruljuk nektek, hogy hogyan lehet könnyen verset tanulni. Én úgy szoktam, hogy megjegyzem az első sort, és akkor így folyamatosan megyek. Jobb verszakonként megtanulni, mint egyben. Megmarad a fejembe a képe is a szövegnek.
csak úgy könnyen megjegyezni. Megnézem az interneten és meghallgatom. A zenével szoktam megtanulni a verseket. Nagyon sokszor meghallgatom, hogy mások hogy mondják. Ilyen rockos zenét hallgatok, ilyen van, amikor numetálom is. Vagy közben elmutogatom, és így meg szoktam jegyezni. A tanárok pedig azt mondják, hogy először úgy olvassunk el egy verset, akár egy mesét. Értsük meg. Először nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy miről szól az a vers. Azokat a szavakat, amiknek nem tudjuk a jelentését, mindenképpen fontos megmagyarázni. Érdemes ezeket aláhúzni, kijegyzetelni, hogy pontosan tudjuk is, hogy mit tanulunk. Majd, ha ez megvan, akkor le is rajzolhatunk egy-egy sort. De ami még tud könnyíteni, az a zene és a ritmus. Némelyiknek megzenésített változata is van. Ez is abban segít, hogy memorizálni tudjuk. Én a rímre és a ritmusra figyelnék, mert sokkal könnyebb megtanulni egy olyan szöveget, amit ritmizálva tudok mondani. Láthatjátok, hogy a verstanulás milyen sokféle lehet, végeredményben pedig olyan élménnyel és szövegekkel is gazdagodhatunk, amit egész biztosan a felnőtt korunkban is tudunk kamatoztatni. Így a végén lenne egy kis zavarba ejtő kérdésem. Hadd halljuk. Hogy is udvarol egy fiatal költő? Hát most, hogyha egy személyes példával kell élnem, volt egy lány, akiben szerelmes voltam. Ez még talán annyira nem is meglepő, meg hát nem is olyan furcsa, mert az ember gyakran szerelmes. Viszont én a születésnapjára, a 17. születésnapjára egy verses kötetet adtam neki, egy ilyen beköttetett verseimet, 17 darab szöveg volt benne, és mindegyiket neki írtam. És nálad, Feri? Hát végtelen sok módja van ennek a fajta udvarlási ceremóniának. De a költészet hát ilyen szavakkal történő simogatás, fülcimpa bizsergetése. Hát mint a madaraknál is van ilyen, tehát hogy összeszedegetnek mindenféle cuccokat, és akkor azt így mutogatják, hogy milyen szép. Ezt így szavakkal. De te adtál vagy verset hát, lánynak? Vagy nem, mondtál nem, verset is, lánynak? Szerelmes verset nem írtam soha. Egyet írtam most, de az tényleg, hát... Nem is tudom, de... Nem is fontos, hogy szerelmes legyen, nem? Mert alapból benne van a szépség. Szeretet is. Hát igen. És azt szokták érezni? Hogyha valakinek mondasz egy ilyen szöveget, akkor látod a reakciót, akár az arcán, ahogy beleéli magát? Nem figyelem annyira a reakciót talán, hanem tényleg megpróbálok együtt lenni vele, így egy jó érzés. Csáll. Hogyha régebben egy ifjú szerelmes levelet akart küldeni a kedvesének, akkor valószínű, hogy ezt küldönccel vagy postagalambbal tette meg. Múltkori adásunkban pont erről volt szó, hogy a postagalambok milyen jól tájékozódnak. De hogy is van ez? A napi kívásunkra kaptunk is egy megoldást a Penci Cserháti Liget általános iskolából. Zsani azt írta, hogy a Föld mágneses mezeinek segítségét használják fel a postagalambok. Mivel ez volt a helyes megoldás, ezért gratulálunk neked, Zsani. Ugye mennyivel könnyebb, hogy csak egy e-mailt kell küldeni, és nem postagalambot? Most arra bátorítunk titeket, hogy küldjetek olyan verseket, amit éppen szerettek, vagy ti írtatok. Ezeket küldjetek el a felsőskukac.mtvl.hu-ra. És Feri, mi is ez, amit ide behoztál? Hát ez egy vas nevű hangszer, legalábbis az, aki csinálja, az így hívja. Megszólaltatod? Aha. Tehát be van hangolva, kis hangnyelvek vannak rajta, és akkor azokat kell ütögetni. Ők már más világban vannak. Sziasztok!